No life, no life, nyámra. Sziasztok, ez itt a No Life, és eljöttünk a Beachworthy partraszállás eseményre. És Dávid elmondja nektek, hogy itt miket lehet csinálni. Igazából majdnem, hogy mindent lehet itt csinálni. Ajándékokat lehet nyerni, regisztrálni, ajándékokat nyerni, Kraken Roomot inni, vannak speciális koktélek, hogy koktélek, ajándékokat lehet nyerni. Ajándékokat is tudunk nyerni, vannak cosplayesek, játékok, tömeg, meleg, ajándékok. Ajándékokat is tudunk nyerni, úgyhogy nagyon jó köszönöménynek nézünk elébe, tartozok velünk. Köszönöm. No, először is Elizon, köszönjük, hogy megszervezted ezt az eseményt, nagyon király. Az első kérdésünk az lenne, hogy hogy csajoznál kalózként? Hát, nagyon jó kérdés. Tudjuk. A feldobott kérdés rendkívül jó. Általában meg szoktam mindig gondolni a válaszaimat. Most nincs idő. Nem mondhatom, hogy Pierce. Nem. Nem, jó. Hát mindenféleképpen agresszíven, rummal. Agresszíven is rummal. Olyan kalózos, felszedős dumákhoz mit szólnátok, hogy nem jönnétek el fel hozzá megnézni a falábomat? Hát nem bukok a falábra. A falábra nem? Nem. Kalóz lennék, akkor igazából elmondom nektek, Jack Sparrow lennék, ugye, ha választhatnák, ha lenne lehetőségem választani, de ha önmagam lennék, csupán ennyit mondanék. Hölgyem, ön tiszteli a damage-em? És ha azt mondja, hogy nem. Olyan nincs. Nem. Most gondolj bele, itt jövök, mert alapból van egy fura járásom, de mondjuk jövök így. Na, ez tehát... egy ijesztő van. De miért? De csak azért, mert úgy néztem, mert amúgy egy nagyon fura nézésem van. Leítatom őket rummal. Tehát miért pont rummal? Hát a kalúzok szeretik. És sör? Azt is szeretik, de a Captain Morgan stílusosabb. Mondjuk ez igaz. Lenne, hogy csajozna, illetve pasizna. Hello. Ez nem túl kalózos. Joho. Járral. De lehet, hogy valami kérsz egy narancsot, szöveget tolnék. Szerintem az így nem, adni mindig jó. Meg azt így mindig úgy örömmel veszik az emberek. Valamit adsz. Tehát oda mész és, hogy szia, kérsz egy narancsot? Szia, egészen véletlen nem szereted a narancsot? Nagyon. Mert én nagyon, és akkor már van egy közös témánk. De ettél már narancsot? Nem, még nem. És nem félsz a cícik? Nem, még nem. Pedig nagyon súlyos a mai CC ráta, tehát nem, hogy... Nem figyelsz a CC rátára, nem ettem még narancsot, tehát még van, így nem félek a CC-től. Oh! Ettél már narancsot, Ádám? Ma. Narancsot 5 percenként eszek. Tudod miért? Mert 5 perc a kuldánya. Ez egy jó meglátás, sőt, ha ez eszembe jutott volna, ezt mondtam volna. De... Azért eszek narancsot, mert finom. Mert félsz a cécéktől. Hard CC? Ez az! Narancsot etetek már ma? Nem. Nem. Narancslé számít? Nem. Akkor nem. A CC-től nem féltek? Hard CC-től? Nem. De hát, stánovalomak meg minden. Quicksilver-szes. Belgetted? Silver? De nem Quick, meg Slash. Narancsot ettél-e már ma? Még nem ettem. És nem félsz a CC-ktől, hogy hard CC-znek téged? Nem. Mondjuk ulti közbe? Hát, az elég nagy probléma a mai világban. De... A narancsot kell ellene enni? Igen, hát ez valami citrusfélét. Aha, hát akkor ezt majd beszerzem a boltban, ha... Mindenképpen. Ha visszateleportálok, akkor beszerzem. Mindenképpen, mert ulti közben azért Miss Fortune CC-zni az nem illik. Hát nem illik, az biztos. Nem illik. Szörnyű dolog. Nem illik. És te fogyasztottál ma már narancsod? Azt számít, hogyha italba volt keverve? Igen.
vissza a spaszból. Mert akkor tudod, mert éppen cécéztek volna szét, és akkor pont megúszod. Erről volt szó, valaki le akart erőltetni a torkomon valami alkoholos italt, én mondtam, hogy nem, narancs. És akkor így teljesen jól voltam egyből. Úgyhogy legalább egyet fogyasztottam. Ettél ma már narancsot? Nem. És nem félsz, hogy szét-cécéznek? Nem. Hát pedig? Hát nekem már van egy cécém eleve, sőt az ultim. Hát de a vegára rámennek, mivel kurva nagyokat sebez, és ezért kell lenni a narancsot, mert hogy ott a gangplank. De a gangplank, most már halott, nem? MF megölte. Már visszatért. Én hétvégén játszottam basszus utoljára, és... Már tegnap. Na, le vagyok maradva, szégyengyalázod. Mit képzelek magamról? Hogy merek élni? Itt ülünk Céci Doggal, aki el fogja nekünk mondani, hogy a Riotnál milyen munkaköré, hogyha ezzel a magyar közönség nem lenne annyira tisztába. Meg hogy amit mesélhetsz róla, csak azt. Akkor hogyha, sziasztok, én is köszöntöm a nézőket. Hogyha azt kéne mondanom, hogy hivatalosan milyen megfogalmazása ennek a munkakörnek, amit jelenleg betöltök, akkor azt kell mondjam, hogy Hungarian Community Coordinator. Szerintem ez éppen eleget elárul arra, hogy most miért ülök itt és beszélgetek veletek. De sok mindent elárul, de azon felül, tehát hogy mondjuk egy napot hogy telik? Nem, én nem ezért beszélgetek veletek. Csak azt mondom, hogy jó képűek vagytok. Hát erről annyira nem tudok beszélni sajnos, mert azért már olyan dolgokat kéne mondanom, hogy hogyan működnek a belső ilyen folyamatok, amikről annyira nem lehet beszélni. Embereket kéne megölni hozzá, hogy elmondhassad. Hát lehet, de kezdve veletek, és szerintem így a kamerában nem néznek ilyen jól. De lényeg az, hogy szerintem a nevéből adódóan egyértelmű, hogyha vannak olyan srácok, majd fiatalok, akik szívesen dolgoznának azon, hogy az otthoni közösség megfelelő irányba épüljön és megfelelő módon fejlődjön, akkor mi ezeket mindig tártalókkal fogadjuk ezeket a srácokat. Tökéletes példára ez a mostani Bridgewater-i buli, hogy az Ellisonnak a csapata milyen rövid idő alatt és hogyan rakta össze ezt a bulit ide a Barcraftba. Végig ott voltam mellettük, végig, hogyha tényleg bármi kérdésük volt, szívesen válaszoltam, illetve magam módján segítettem nekik, és nagyon-nagyon örömmel láttam azt, hogy mi ott voltunk, és azt, hogy megkértük őket, hogy segítsenek egy ilyen buli szervezésébe, azt ők lehetőségnek vették, amit kihasználtak 100%-ig, de az Ellisonék mellett még van számtalan olyan magyar játékos és magyar ilyen organizáció, csoport, aki foglalkozna ezzel, hogy fejleszt az itthoni életet, és mi mindenkit támogatunk. Köszönjük szépen, nézzetek minket ma is! Akinek tetszett a videó, és lájkolt az haverunk. Kommentet vesz szeretne az ország és panunk. És akkor még fel is iratkozott az interaktív cimboránk, de CC nyomja az intrót. No life, minél hamarabb. Tisztelet! Sokan ránk írtak, hogy a kupainak mi a számon, erre ezt meg tudnád adni esetleg? Hát ez igazából egy nagyon titkos és belső információ. Az házon belül nem nagyon szoktunk ilyeneket kiadni, mert van rá egy belső titoktartási szerződésünk, hogy kupainak nem kupai az idéző neve, de...